4 óra utazás után megérkeztünk a kastély parkjába. Ezerkettőszázban a Rosenberg család várat épít e helyen. Ezüstbányáik ezüstjéből pedig pénzt verettek és fokozatosan gazdagodtak. Címerük az öt szirmú rózsa sok épületen fellelhető. 300 éven át birtokolták a várost. A vár Csehország második legnagyobb vára, mely soha nem volt királyi birtok. A 16. században reneszánsz átépítést kapott, míg a 17. században az Eggenberg és a Schwarzenberg családok tulajdona volt. 5 udvara, 40 épülete, 7 hektáros parkja van. Itt a falakon nagyon látszott, hogy valamikor fáklyával világítottak.
Ez a szoba volt a dolgozó szobája a kormányzónak. Egy kis erőgyűjtés után nekiálltunk, hogy elindulunk az 54 méter magas, 6 emeletnyi, 162 lépcsős torony megmászásának. Gótikus és reneszáns stílusban épült, 4 harangjából 2 1406-ból való.
A várárokban medvéket láthatunk, mert a Rosenberg család címerállata a medve volt. Aztán megérkeztünk a Szent Vitus templomhoz, mely a 14. században épült háromhajós templom. Főoltára 1560-ra készült el, a főhajóban nyugszik Rosenberg Miklós és felesége. A templom melletti kápolnában a Schwarzenberg hercegeknek szíveit helyezték el, a testeik pedig Trebonban nyugszanak. Már a főtéren járunk, ahol a régi városháza található, mely 1580-ban épült, mégpedig úgy, hogy két régi gótikus házat nyitottak egybe. Ezen található az a híres felirat, hogy Audi vide et tace, sives vivere in pace, hajlás és hallgass, ha békében akarsz élni. Szerintem ez a mai időkre is vonatkozik.